Na sziasztok! Itt vagyunk Lexingtonban, mint látjátok a rendőrautón, Kentuckyban. Az egyik haverom fölhívott, miközben a rozsdát vakartam a Mercury-nek az aljáról, hogy te figyelj, itt van egy ilyen karsó, gyere már ide, mert ketten nem jöttek el, és van két parking hely. És azt mondja, beengednek, csak gyere ide, csak tudom én. És elhoztam a Tony-t, de aztán itt körben megyünk veletek egy kicsit. Sajnos a kamerám ott hagytam, úgyhogy most telefonozok, úgyhogy a hang nem lesz olyan jó. A kép meg itten rászkodni fog, de gondoltam, hogy szeretnétek megnézni ezeket az autókat. Úgyhogy kezdjük a Ferrari-akkal. Utána egy nagyon szép sirályszárnyas Mercedes, és aztán egy Acura versenyautó, aztán két McLaren. Nem tudom, Magyarországon is biztos van valamilyen ultra gazdag úr, akinek ilyenje van, de ezek nagyon kékek. Ott van a McLaren rajta. Na nézzünk bele, ha már nyitva van az ajtaja. Gyönyörű, szép belülről is. Nem is merek közel menni hozzá, mert annyira iszonyatosan sokba kerül egy ilyen. De így néz ki belülről egy ilyen középmotoros. Ja. Valami hihetetlen sokba kerül. De ennek ellenére legalább nem is túl jó autó, mert mindig elromlanak. Úgyhogy a Barkasomnak jobban örülök, mint ezeknek. Ha lenne ilyenem, de nincsen. Na, utána egy újabb Jaguar, és egy régebbi Jaguar, ez az E-Type, ugye, ezt gondolom már mindenki tudja, ez kis hathengeres, ebből volt V12 is, ebből a szivar alakból, és aztán utána újabb Ferrari. A következő Ferrari az nagyon érdekes, mert olyan, mint egy kombi lenne, és ráadásul még angol színe is van, egy angol zöld, Shooting Brake szerintem az lenne a neve. Belül nagyon szép, egy igazi Ferrari, és olyan szép bőrszaga van itt. Azt sajnos a videó nem adja át, hogy mennyire jó bőrszagú egy ilyen autó. És aztán ez az igazi Shooting Brake. Kombi. Hát ha kell venni kaját, akkor ilyennel lehet menni, úgyhogy ja. Na, ez egy ilyen Barbie Ferrari. Lehet, hogy nem annak hívnám, de a Barbie-nak volt egy Ferrari, amit ilyen játéknak csináltak ebből. A Magnum ilyennel járt nyomozni. Na és itt ezt az urat én is ismerem, aki ez. Nagyon-nagyon sok pénze van. És ez egy Ford GT, de ez az új Ford GT. Kinyitotta, beindította, hogy kihozzák a szárnyát rajta, és ugye úgy nyílik fel az ajtaja, mint a McLarennek. Igazi szuper autó, de valami érdetlen pénzbe kerül. És nem csináltak belőle sokat, sorba kellett állni, hogy egyáltalán kaphassál egy ilyet. Úgyhogy nagyon komoly. A másik meg ugye az, amit láttátok a Le Mans versenyeken. Ment ugye, itt van rajta egy dudor az ajtón, ugye azt gondolom már tudjátok, hogy miért van, mert a sisakban nem fértek el, úgyhogy megfogták a kalapácsot, azt kidudorították a tetején az ajtót. De ez a másik. Majd lehet, hogy csinálok velük egy videót egyszer. Aztán egy nagyon zöld, légy zöld AMG. Ugye az AMG-nek gondolom ismeritek a történetét, a 80-as években meg ilyen 70-en voltak, és aztán a Mercedes megvette őket, és nagyon sok modifikációt csinálnak most már, tehát nagyon nagy lett a cég. De hát új autóban nem akarom mondani, hogy ismerek se bármit is, mert nem ismerem őket. Itt van egy nem túl öreg Ferrari, meg egy másik ilyen, hát mondjuk csak piros, meg ezüst színű. Aztán egy középmotoros Audi. Ugye ne próbáljátok a lámpáját kicserélni elől, mert nem fog sikerülni, ha csak nincs számítógépetek, és na mindegy, ne menjünk ebbe bele, mert csak fájni fog a fejem tőle. Itt a középen a motorja. A Jan bácsinak, amit csináltam autót, az versenyzett egy ilyennel, és ez az autó nem bírta otthagyni azt az Austin Hillit, amiben a V8-as motor van. Csak ennyit mondanék. Sokkal stabilabb, meg minden, tehát közel nincs a kettőnek egymáshoz, de a sebességben nem volt nagy különbség. Na itt van egy MR2-es, ezt gondolom a Toyota rajongóknak biztos tetszik.
Nagyon érdekes autó, megmondom őszintén, sose láttam ilyet, van egy T-tab benne, és ilyen. Írjatok, hogy valaki ezt ismerje, vagy mit tud belőle valamit mondani. Utána van egy Mach 1-es Ford, nem belevaló kompresszorra, légkondi kompresszorra. Belül szépen néz ki, nagyon szép az egész. Hát a kormánya nem tudom, hogy ez eredeti-e, de hát itt akármit lehet csinálni. Úgyhogy jó az. Na ide nézzetek, milyen szuper autó ez itt. Egy Abarth. Ez a legjobb autó volt az egész közül, már azért, mert ezzel jöttem. Na, itt ez egy nagyon érdekes Porsche, ez befecskendezős már, ugye még hathengeres az evidens, de ez az első befecskendezett, hogy mondják, befecskendezős, fuel injectoros Porsche volt. Nézzétek, milyen szép belülről is. Nagyon-nagyon szép autó. Én mondjuk nem vennék egy ilyet, de az nem baj, attól még szép. A következő egy Targa. Utána egy iszonyatos GT3 RS. Na, ezek álltak a Trabant mellett, mikor hoztuk a kocsikat ki, a Trabantokat hoztuk ki Emdenből, ezek álltak ott mellette, a Trabantok mellett. Ilyen néztünk rá, vakartuk a fejünket, hogy na, az igen. Na, itt van még egy 356-os. Magyarországon is van valaki, aki ezeket felújítja. És ez is egy gyönyörű, szép. Csak úgy hívjuk őket, a fürdőkád Porsche. De ez tényleg megérdemeli mindenféle díjat, nézzétek meg belül is, milyen gyönyörűen meg van csinálva. Az összes matrica minden, szóval azért itt is vannak eredeti autók, ha azt nézitek. Nem csak összegányolt szarok, amit mindig látunk autós találkozón, szóval ez egy másik fajta autós találkozó, mint ahova én el szoktalak titeket vinni. Na, itt ez a középmotoros, ezt úgy hívjuk, hogy szörfös Porsche, de ez is ugye 914-es, ez is gyönyörűen egybe van. És nagyon szépen megőrzött darab. Na, hát ez egy ilyen normális, egyszerű Porsche. Ennek is amerikai lökhárítója van, úgy tudom, hogy Európában talán másmilyen volt a lökhárítója. És hátul van ez a hatalmas a szárny rajta, és hogy nehogy ne tud eltéveszteni, rá van írva, hogy turbo. Ugye, mivel a Maserati szponzorálja ezt az összejövetelt, hozták ezt olyan, mint egy nagy halottas kocsi. Na, a Bombi. Mit szólsz ez? Szerintem a Cadillac szebb, mint ez. Mint ez a Maserati, de van, akit tám nyitottak is. Nem tudom Magyarországon mennyire népszerű egy ilyen autó, de itt tök jó. Néninek nagyon piros, ahogy hívják ki, a cipője. Ez meg teljesen sárga az egész, tök jó. Van benne hatalmas képernyő is, meg minden. Egy igazi Maserati. Na, de ez nagyon tetszik. Elnézést a szélért, biztos, hogy hallatszik. De, na, ez igen. Ez valami gyönyörű. Belül is látszik a szép fényezése, és élőben is gyönyörűen szép. Ez egy igazi. És a következő, az pedig az is egy szuperautó. Ezt gondolom tetszeni fog némelyikőtöknek, de én még ilyet nem láttam. Az előbb jött be, és nagyon-nagyon jó hangja is volt. Ezzel aztán lehet hasítani. Nézd meg, két kaliper van rajta, egy féktuskó. Az egyik a sárga, a másik meg a kéziféké. Úgyhogy tök jó. Hátul van a motorja, vagy középen inkább. Ja. Tök jó az egész. Na, a körbeérünk. Na, ezzel lehetne az autóbánon hasítani, ez biztos. Átjöttünk a Rupotlanabb oldalra. Itt vannak ezek az új Corvette-ek. Ugye, én mondtam, hogy ezek mindig a Ferrari próbálják majmolni, de el vannak maradva jó 15 éve, van, aki ezen megsértődött, vagy nem ért egyet. De, ahogy gondoljátok, nekem, én ezt gondolom. Ez viszont egy nagyon szép öreg Corvette, egy öregebb. Ugye a Small Block Chevy-vel, gyönyörű narancssárgára festve, ahogy kell. A következő valami nagyon piros új cucc, ezek engem abszolút nem mozgatnak. Ez sem, meg a következő, se pedig a következő az egy Targa. Aztán ezen a kéken kiemelném a kerekén a piros csíkot, amit látjátok, lehet ilyen gumikat kapni. Vagy az oldal kipufogó benne. Ez is talán jó. Az elnökünknek van egy ilyen autója. Szokott benne virítani. Ez a legutolsó Austin Hill, amit gyártottak. Ugye ennek már van felhúzhatós ablaka,
és a sebességváltó is ott jön ki, ahol a normális autóknak hátul van két kicsi hely, hogy a kicsi lányok ugye a diszkóból hazafelé legyen hova ülniük, és nagyon szép műszert fala van, ugye ez már egész egy modern autó lett belőle. Ezután pedig azt mondták, hogy bezárják az Austin Hilli gyárat, mert át kellett volna alakítanunk a lökhárítóját, mint az MG-knek, és azt mondta a Hilli gyár, hogy ezt nekik nem, mert az elrontja az egész autót. De látjátok, kicsit másmilyen, mint az enyém, az egész arca is más, a lámpák mások, hátul is több lámpája van, meg elől is két lámpa, négy lámpás, ugye, pontosabban a index lámpa, meg a helyzetjelző lámpa, és aztán hátul is az egész hátsó srár, az is már másmilyen. Szóval ez volt a legutolsó Hilli, amit csináltak, és ezt úgy hívják, hogy a BJ8. Nagyon szép ilyen pezsgő színe van, és festette a küllője, nem pedig krómos, néz meg. Az is hozzátartozik az érdekességhez. És amit itt indítanak, az pedig egy Alfa Romeo. Ugye, ha ne tudjad eltéveszteni, a rendszáma is az. Ilyet biztos lehet nálatok is látni sokat. Ez a bácsi egyébként ezekkel versenye, ez már nem tudom, 60 éve. Úgyhogy nagyon ismeri ezeket az autókat. Ez megosztanak a vélemények, hogy mennyire szép az az autó elől és hátul, de szerintem tök jó. A régebbiek jobban tetszettek, amik hátul voltak, aminek a lámpája hátul kicsit másképp volt. És itt van egy másik Abarth, ez elég sok olyat látni, de akivel a tulajjal beszéltem, és nagyon sok Abarthja volt, még a 70-es évekből is, meg előtte is, szóval nagyon érdekes, hogy volt olyan Abarthja is, ami ez a kupé volt. Egy gyönyörű tudása van erről, és nagyon tetszik neki ez, de már hengerfejet kellett rajta cserélniük. Azt mondta, hogy valahol ment és kiköpte a gyertyát, és hengerfejet kellett rajta már cserélnie elég korán, úgyhogy ja, enyémben is ilyen motor van, úgyhogy ja, vigyázni kell rá. Na, és itt egy békaszemű. Ugye Angliában úgy hívják, hogy a fragály, nálunk meg úgy hívják, hogy bagály, hogy békaszemű, vagy na most mindegy, gyorsan akartam fordítani, de mindegy. Fordulatszemérője kicsit más, de így néz ki eredetileg egy ilyen, hogyha láttátok a többi filmemben, hogy ez enyém milyen, a zöld, a sárga csíkkal, na akkor így néz ki egy eredeti a békaszemű, ahogy ki kéne néznie. Az egyik nagyon kedves barátomnak van Magyarországon egy nagyon szép, ő azzal szokott sokat hasítani, és nagyon jól működik neki. Meg van, le van OT-sztatva, most kell majd újra OT-re mennie vele, de az egy tényleg igazán szép autó, ugye. Ezt nem tudom, hogy meg miért van itt, de tudom, hogy sokan vagytok, akik BMW szerelmesek vagytok, és meg szeretnétek nézni, hogy ilyen is van itt. Hogy miért érdekes ez az autó, légyszeres írjátok meg, mert én nem tudom. De állítólag valami nagy dolog, de hogy miért nagy dolog, azt nem tudom. Így néz ki belülről. Úgyhogy ha valaki meg tudja mondani nekem, hogy ebben mi a poén, akkor írjatok, annyit látok rajta, hogy elmölt. De tényleg abszolút hülye vagyok hozzá, úgyhogy be is vallom őszintén. Na és itt megy el az Austin Hill lassan. Meghallgatjuk a hangját, ugyanolyan hathengeres motor van benne nyomorudakkal, mint az enyém. Egy teherautóból vették ki, először úgy kezdték. Ja, aranyos kis autó. Na itt folytatjuk a felvonulást Cobra replikákkal, ugye ezek általában műanyagból vannak, némelyik, azt hiszem volt valami lengyel cég, aki csinált őket alumíniumból is, de ezek nem olyanok, mint az eredeti volt, ebben hatalmas motor van, némelyikben meg szentségtörésként van Chevy motor is, igaz, egy olyan Chevy motorosat csinált valaki, de az nem a Shelby-től jött, na mindegy, szóval ennyit a Cobrákról. Itt a következő, ez egy gyönyörű szép a Firebird, a csirkével az elején, ugye, de gyönyörű szép állapotban van. Ez is színe van. Ez egy elég normális autó, minden autóson lehet látni belőle 2-3-at, ettől függetlenül rettenetesen drága, de nézd, milyen szép belseje van. Gyönyörű szép kék szín, ez volt az eredeti szín abban az időben. És ott lehet, hát mi ez a zöld akkumulátor? Nézd meg, az egész autó gyönyörűen tiszta, szép, és itt van egy szar Allstate akkumulátor benne. De hogy ez miért? Ezt nem értem. Lehet, hogy azok szponzorálják őket. Mopár aksit lehet kapni pár száz dollárért, de hát nem tudom, hogy miért csinálta ezt. Ez meg egy rettentő piros Impala. Impala vagy semmi! De nézzétek meg, hogy még a bélyegző is rajta van a gumicsövön. Mondjuk a főfékhenger nem volt piros, tehát most ettől tekintsünk el. Ez igazából ez egy ilyen járós autónak tűnik.
de ez a belseje, ez valami rikítóan a piros és majdnem tört fehér, valami iszonyatosan gyönyörű ez belülről. Ja, nagyon tetszik. A kívül meg a piros, ez valami eszméletlen, az egyik kedvenc színem. A csomagtartó is szépen ki van csicsázva. Következőnek van egy tucat kamaró, jó szépen néz ki, meg csík van rajta. Aztán jön megint egy Firebird, ami egy szintén egy transem. A transem az egy trim, tehát egy trim level. A következő az pedig egy nagyon szép Thunderbird. Ez az egyik barátomé, újdonsült barátomé mondjuk. Ő jött a feleségével, ezzel nézem, milyen fordulatszámérő van ott a baloldali órába, de ez is egy gyönyörű autó, egész eredetinek tartja, és mondjuk a gumia nem eredeti, de különben az egész autó nagyon szép. És akkor utána most pedig, ami most következik, az a sztárja a show-nak. Nekem ez a kocsi tetszik a legjobban. Ez igaz, hogy ez csak egy egyszerű Chevy kombi, amivel az emberek jártak a boltba vásárolni, de nézd meg ezt a motorteret, minden olyan, amilyennek lenni kell, minden olyan tiszta, gyönyörű, szép, az akkumulátor is az, minden cső úgy áll, ahogy kell, ez a gyárban nem volt ilyen szép. Valami eszméletlenül gyönyörűen meg van csinálva. Az én Wartburgom elbújhat mellette. Nézd meg a belsejét is, az összes ülés, minden, ahogy kijött a gyárból, de nincs elülve, nincs szétülve, gyönyörű, szép, tiszta az egész. Ez valami hihetetlen. És egy kombit így megcsinálni, ez valami érthetetlenül hihetetlen. Itt van ez a hatalmas méretek, át tudsz nézni, itt a hátsó ülés, ugye ezt föl lehet hajtani, ott a kis elektromos kapcsoló, hogy a hátsó ablakot lehessen működtetni, és nézd meg, hogy milyen iszonyatosan hosszú. Hát előről kiabál anyu a két gyereknek hátul, hát el se éri. Iszonyatosan szép. Nagyon-nagyon-nagyon szép autó, iszonyatosan tetszik. Ez pedig egy öreg Belair, egy öreg Louis Vuitton táskával benne, ami nem illik ez a kocsi, az egyetem, semmi köze nem volt hozzá, de legalább öreg Louis Vuitton. Egy coupéről beszélünk, ugye a belső gyönyörű szép, a kalap nagyon megy hozzá. Az egész belső, tényleg ez egy igazi szép autó, ez nagyon könnyű lehet felújítani, mert mindent lehet hozzá kapni Kínából. Az utolsó csavarig csinálják, még a karosszériát is csinálják ennek az autónak, úgyhogy lehet venni nyitottat, coupét, csinálnak új kasznit hozzá. Hogy ez mit keres itt, azt nem tudom, ez egy ilyen tiszta, átlagos ilyen autós találkozó cucc, minden át van alakítva, semmilyen nem eredeti, talán az ablaküvege az. Van hátul lángszórója, mint a Betsyből. Na hát, eddig jutottunk el, remélem tetszett az, amit mutattam. Nem volt túl sok autó, de a minősége az autóknak nagyon szép volt, és ez teljesen más a dolog volt, mint amit általában szoktunk látni autósokon. Lesz ez az a Concours d'Elegance, ami itt lesz júliusban, és akkor ez ennek az előestéje volt, és meghívásos alapon lehetett csak bejönni. Úgyhogy ez lesz itt majd a Concours, oda is megpróbálok elmenni, ha még nem kell visszamennem dolgozni. Köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!